Na helló srácok, ebben az epizódban a Békés Csabai repülőtérről jelentkezünk, azon apropóból, hogy Horváth Laci kollégámnál kikuncsorogtam, hogy vigyen el egy körre újra a Sárkány repülőjével. Az előzőleg már fölvett snit nem sikerült, mert megint a mikrofon nem lett beélesítve, de ott elmondtam a poént, hogy Laci kísérletetiesen hasonlít cipőre a Republik egykori együttesére, úgyhogy ha hasonlóságot véltek felelni, akkor ez nem véletlen. Laci, bemutatod nekünk a gép Sárkányt? Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Nézzük meg, hogy mivel fogunk repülni. Ez egy Egerben gyártott Apollo típusú sárkányrepülő. Nagyon sokat köszönhet a hazai sárkányrepülés a létező egri repülőgépgyárnak, mert ugye a nemzetközi gyártótól valószínű, hogy nem tudnánk tartani a lépést a forinttal, tehát ez mégiscsak egy olcsóbb repülő, amit itt kis hazánkba gyártanak, Egerben. Ez egy 2012-es gyártmányú középkategóriás sárkányrepülő, kétszemélyes, saját kerekéről száll le és föl, egy kétütemű 582-es Rotax Sor 2-es 65 lovas motor van rajta, van hozzá egy, ugye, egy légcsavar, a légcsavar az egy ugrán lugaprop légcsavar. Ezeket az, külön kell rá megvenni? Külön kell rá megvenni, általában a repülő az olyan négy részből áll, nagyjából a trike-ból, amiben ülünk, van a légcsavar, ami nagyon domináns, a motor és a szárny. És ebből ugye a trike meg a szárny az Egerben gyártódott, és ez egy osztrák Rotax motor, ugye ezek a nagyon jó a lóerő és súlyaránya neki, ezért repülőbe is alkalmazzák ugye legsűrűbben, tehát mi azért nem nagyon szeretjük az ilyen motorbicikli, meg Subaru, meg Suzuki motorokat sárkányrepülőbe, valahol építik bele, én is nagyon Rotaxos vagyok, meg itt nálunk a csapat, és mindenki Rotax-szal repül. Tehát keverék, akkor, kétütemű sor, kettes keverékkel, százas benzinnel repülünk, mert abban még kevés a bioetanol, és ugye a 95-ösben nagyon sok, nem szereti a dugattyú kijukat tőle, Repsol szintetikus olajjal keverjük, és akkor az megy bele a tankba, és akkor utána karburátor, tehát AC karburátor, és akkor utána megy a hengerekbe. Ez itt a motorrész, és akkor azért mondom, ennek az érdekessége, ennek a lugapropnak egy nagyon jó hatásfokú ukrán légcsavar, azért ilyen szabja alakú, mert ugye a káros energiák, a káros légörvényeket lecsapja magáról. Tehát ezt így vagy így oldják meg, ugye így is kihegyesedik a légcsavar, meg így is, ez is le tud válni, hogy kihegyenesedik. Vagy nagyobb repülőknél ott egy másikon, ott látunk a szárny végén is egy winglettet, vagy hogyha utasszállítóval repültetek, ott is a szárny végén láttok winglet, az is azért van, hogy ezeket a káros örvényeket, ahogy kihegyesedik a szárny, azt ott le tudja magáról csapni, és akkor jobb a repülési tulajdonság. Hát műz... Ez hány köbcentis egy ilyen motor? Ez 600 köbcenti, sor 2, így van. És ez 582-es Rotax pontosan, az a típusú. Műszerezettség és egy elég komoly a gépnek, tehát ugye vannak repülési információi műszerünk, magasságmérünk, sebességmérünk, variométerünk, ami ugye az emelkedés, süllyedés mutatja, de itt, hogyha annyira kíváncsiak vagytok, mutatom sorba, üzemanyag, a varióméter, méter per szekundumban mutatja az emelkedés, süllyedés, nagyon fontos repülés információ, sebességmérő, ez a sebességmérő, bocsánat, ez magasságmérő, itt az üzemanyag színmérő, van egy fordulatszámmérünk, van egy feszültség, ez az interkom, a két sisak közti kapcsolat, tehát tudunk fönt beszélni mikrofonnal, hangszóróval, ugyanúgy, mint itt lent. Ezek pedig ugye egyéb kapcsolók, interkomok, stb. Ami nagyon fontos, rádiókommunikáció, antennával, meg itt van még most csak idéglenesen van így belebarmolva, ez az OGN jeladó, mert a másik jeladó az tulajdonképpen most javítani van. Ez arra szolgál, hogy itt helyben, helyi repülésnél külön monitoron látják, hogy milyen magasságban vagyunk, hol vagyunk. Ez akkor jó, hogyha több gépes üzem van, és akkor a torony nyugodt tud lenni, hogy nem ütközünk össze. Nagyjából így ennyi, itt van a hátsó utas alatt a tank, ez egy ilyen túratankos, ez 55 liter, hatótávolsága körülbelül a Balaton, ott már ugye tankolni kell, Egerben már elmentem úgy, hogy egy tankkal megjártam, még 15 liter tartalékom maradt, 20 litert evett oda, 20 litert vissza, és nagyjából egy olyan 2,5 órát éltem el Egerbe. Ott leszálltam a reptéren, ott voltunk egy napot, és akkor napnyugtával szépen, napnyugta előtt elindultunk, mert ugye éjszaka nem repülhetünk sárkányrepülővel, mert VFR-esek vagyunk, az azt jelenti, hogy folyamatos talajfigyelés mellett repülhetünk napkeltétől napnyugtáig. Ez a Békés Csabai repülőtér egy nyilvános reptér, itt office szolgálat van a toronyban 9 órától napnyugtáig, és vele feltétlenül ugye tudunk kommunikálni. Ők ugye lejelentik hivatalosan a repülést, nagyjából ennyi, szabályokat be kell tartani, az nagyon fontos, és nagyjából ennyi, igazándiból meg lehet tanulni, amikor már fönt vagyunk a levegőbe, akkor egyszerű a történet, mert már csak trapéz van és gáz. Tehát igazándiból nem egy ördöngösség, tehát egy átlag ember meg tudja tanulni. Ott jön egy szép katonai helikopter.
pont eltűnt a fák között. Ennek a gépnek mennyi a sebessége, mennyivel tud ez működni? A sárkány repülő az általában ezek a gépek, ez egy ilyen középkategóriás repülő, ennél van gyorsabb is, meg lassabb is, ez olyan 75-től 110-ig. Uh-huh. Attól függ, hogy mennyire nyomom a gázt, meg mennyire húzom a trapézt a hasamra. Ugye fönt a kezelés is már egyszerű, ha emelkedni akarok, gázt adok, előre tolom a trapézt, jobbra húzom, tehát súlypont áthelyezéses a sárkányrepülő, ami azt jelenti, hogy egy csavaron lógunk tulajdonképpen, és a trike mindig a szárny alatt akar lenni, tehát igazándiból, ha bármilyen baromságot csinál az ember, és van egy barátságos szárnya, akkor az még úgy nagyjából rendezés a történetet, tehát idézőjelben mindig alatta akar maradni a trike, mert ugye ezek a szárnyak képtelenek háton repülni. Ez egy sima sodronyos szárny, létezik dúcos is, az azt jelenti, hogy fölül van egy árbóc, amikor még gurulunk kifele és a szárny nem kezd el repülni, akkor az árbóc dolga, hogy fentről tartja a szárnyat, hogy ne rodjon össze. Amikor elkezdünk repülni, akkor megfordul a helyzet, az árbócról teljesen lemegy a teher, és ezekre az alsó körökre jön át a teher, ezzel lehet látni, hogy hány irányba van a szárny megfeszítve, hogy ne törjön össze, tehát legyen neki merevsége. Amikor felszáll az a delta szárny, akkor a drótkötelek nyúlásából lesz egy V alak, ami ad egy stabilitást, tehát azt jelenti, hogy nem így akar repülni a repülő, hanem szépen egyenesen. Ami még érdekes nagyobb gépekkel szembe, hogy mi nagyobb sebességgel szállunk le, mint amennyivel utazunk, hiszen nem úgy kell bejönni, leszállni, mint egy falebél, hanem nagy sebességgel, akkor az még ad egy biztonságot, utána megtörjük, és utána elkontrollozzuk a sebességet, és a kontakt az már olyan 60-65 km per óra, mire letesszük a gépet a kerekére, de behelyezkedéskor ilyen 110-el jövünk befele. Tehát szinte akkor majdnem a végsebességet. Igen, igen, tehát majdnem a végsebességet. Nyilván akkor lesz a legstabilabb a gép, mert akkor feszül a legjobban a szárny, akkor tartja a legjobban a... Úgy. Tehát az a lényeg, hogy stabilitás, tehát ne ilyen langyosan jöjjünk be, mint a falevél, ahogy le akar esni, hanem legyen sebességünk, az ad nekünk egy stabilitás. Így van. Hát ugye fönt a játékszabályok, ne repüljél soha alacsonyan, mindig magasan repüljél. Általában mi ezzel helyben itt ilyen 300 és 500-as rétegben repülünk. Ha távrepülünk, akkor 500-ra fölemelkedünk. Ott, hogyha esetleg megállna a motor, akkor még le tudunk szállni, mert gyönyörű szépen tud szállni motor nélkül is. Tehát ugyanúgy le tud szállni. Még mennyi időt tudsz fönt lenni, ha leáll? Hát ez mindig a magasságtól függ, ugye, hogyha lent vagy 50 méteren, akkor néhány másodperced van, de hogyha fent vagy mondjuk 350-400 méteren, akár több perced is le. Van ez például egy személlyel, olyan 2 méter per szekundumban jön lefel a motor nélkül, 2-2,5. Hogyha nyilván beleülünk ketten, akkor már olyan 4-jel jön lefele, 4 kiló. Én folytam azóta 40 kilót, mióta utoljára voltam, Laci, úgyhogy most 12. Na, hát akkor hülye úgy fog menni alattunk, mint a gép. Így van, azért mondom, hogy ez a motor körülbelül, tehát ugye 65 lovas, ez olyan két személlyel azért el tud repülni, amit szoktak rakni általában sárkányra, az a Rotax 912, egyszer én is vágyok egy olyan repülőre, a 100 lovas, 4 hengeres boxer, ellentétes irányba forgó légcsavarja, mint a miénk, tehát az már a csúcs, tehát attól nagyon motort nem szabad. Az miért jó, hogy ellentétes irányba forog? Az csak a motor kialakítása, ja. Tehát nem változtat semmit. Voltak épp ugyanúgy, csak tolóerőt. Így van. Tehát itt egy toló légcsavar, és akkor azt szolgálja ki a repülőt. Hát ugye a borítások, burkolatok az mind csak esztétika tulajdonképpen, tehát a kerékborítás, maga az orrkúp, maga az egész, a farok rész, mondom, ott rejlik a tank, hátul az a kacsafarok az teljesen üres, ott csak egy kézi pumpa van, azt fölpumpáljuk, hogy ugye a karburátorok tele legyenek, kézzel tekerünk a légcsavaron, és akkor utána önindító, vagy gyönyörű szépen beindul a repülő, és akkor már gurulunk is kifele. Repülő. Kézzel miért kell tekerni még rajta? Hát azt azért kell, ugye, mert ugye itt felpumpáljuk, aki műszaki szakember, azt lehet, hogy érdekli. Tehát ott csak simán van egy ilyen kis kézi pumpa. Az a primer pumpája. Így van, és akkor itt följön a benzin, ez az AC. Ez tiszta fűkasz, ott is pumpálni kell. Hát ugye a Rotax motor az nem gyárt sem karburátort, sem AC-t. Azért Mikuni AC van rajta, ez egy vákumos, tehát ugye a forgattyúsháznak a vákumja mozgatja be a membránt, és akkor a másik oldalon ugye fölpumpálja a két karburátort. A karburátorok pedig bingek, tehát ugye mondom, a Rotax az ilyen kisegítő dolgokat nem gyárt. És akkor itt fölpumpáljuk, és akkor tulajdonképpen, mikor érzed, hogy ez már fölkeményedett, akkor az azt jelenti, hogy tele van a két karburátorod. Uh-huh. Tekersz lehet egy 4-5-öt, az pedig azért van, hogy járja át a hengert, és akkor kíméljük fel az akkumulátort, meg az önindítót, tehát magyarul könnyebben. Nem. Hogy lehet ezzel megállni? Hát megállni úgy lehet, hogy van rajta egy fékpedál, erről van, itt van, ezzel irányítjuk az orrkereket, egy simán csak a két lábodat ráteszed, és mechanikusan tudod erre, jobbra-balra mozgatni. Itt van a gáz, és akkor ott van egy fékkar, ezen már hidraulikus fék van, tárcsafék a két hátsó kerékre ható, plusz még behúzott hasra a szárnyat, és ugye akkor a szárny tolja a levegőt, tehát ugye az állásszöget
magad fele teljesen behúzod, és akkor az rengeteget fékez a gépen. Tehát leszorítja ugye, a gépet. Tolja lefele, igen. Nagy lesz a légellenállás. Ez az elő tárcsa, hátul fék. Igen, kettő darab tárcsafék van a két hátsó keréken. Mind a három futómű rugózott, az orrfutómű is, meg a farfutómű, ez egy rugós tag. Tehát ebben van egy rugós tag, tehát valamennyire, hogyha kicsit elcsesze az ember a leszállást, akkor nem olyan keményen érkezik. Van olyan is, minden leszállás más, és ugye a repülésnél általában mindig a leszállás a legveszélyesebb. Tehát bármilyen repülő, mindig leszálláskor lehet bükkfenc. Igen. Felszálláskor nálunk úgy van, hogy 50 méterig veszélyes volna, ha megállna a motor, mert ugye eléggé karmolunk felfele, és ha 50 méter alatt megáll a motor, akkor hirtelen hasra kéne húznunk, ugye, hogy beáltoztassuk a gép pozícióját, és gyorsan egy ilyen rövidített kényszerleszállást tudjunk végrehajtani. Hát kényszerleszállásom nekem is volt már három utassal, nem ezzel a géppel. Ilyen üzemanyag dugulás, tehát megbomlott a tankba belül ez a műgyanta, és akkor az gyönyörű szépen eldugította a rendszert, és akkor megállt a motor. Hát ugye pont olyan utasok voltak, hogy azt se vették észre, hogy kényszer leszálltunk, meg azt se, hogy megállt a motor. Csak amikor leszálltak, kérdeztek, hogy hát mi történt. Hát megállt a motor. Szerencsére itt a reptér fölött, de mondom, úgy kell repülni, ez egy segédmotoros repülő SES kategória, hogy az egyik szememmel előre figyelek, a másikkal lesem a kényszer leszálló helyet, mert bizony, ami elromolhat, el is romlik. Tehát ez a kategória. Aránylag, ha megadja neki az ember azt az alap dolgokat, amit kell a motornak, karbantartást, stb., akkor nem nagyon szokott lenni probléma. Tehát elég megbízható. Ezt is, hogyha megnézzük, itt érdekessége, kedvéért ugye két henger, és két-két gyertya van benne. Sőt, kettő külön is le tudom tesztelni, tehát a műszerfalon be tudom azt csinálni, hogy mondjuk ez a két gyertya menjen, vagy ez a két gyertya menjen, vagy mind a négy gyertya menjen. Tehát le tudom tesztelni, hogy véletlenül is mindegyik gyertyám nagyjából jó. Tehát a két kört külön tudjuk venni. Vízhőfok gomba, ugye itt a vízhűtés. Ilyen kis pici hűtő van rajta. Igen, itt ez cross motor hűtő egyébként. Tehát ugye a sárkányrepülésnél nagyon sok minden máshonnan van szedve, mert nincs, tehát nem létezik. Mondom, tehát, ez itt az önindító. Hát az egy önindító, így van, az is gyönyörű szépen működik rajta, egy kipufogó, itt van egy kis pajzs, ez azért van ugye, hogyha az képes úgy ide nyúlni, volt olyan gép, amin nem volt pajzs, hogy a susogós melegítő megolvatta utasnak a kezén, mert annyira hátra nyúlt. Hát biztonsági jövő elől, hátul. Az kötelező egyébként? Igen. Sisak kötelező, mondom benne rádió, interkommal, tehát érdekesség kedvéért még az interkomon van olyan is, hogy ha akarom, akkor hall az utas befele jövőt is, meg kifele menő adást is hallja, beleszólni nem tud, akkor tud velem beszélni, ha éppen nem nyomom az adógombot. Hogyha adok, akkor ő csak hallja az én beszédemet, meg a tornyot. Nyilván ne karattyoljon már bele a toronnyal. Hát ez persze, tehát ő nem tud csak velem kommunikálni, a toronnyal nem tud. Azért megmondom őszintén, gyerekek, már repültem ezzel a géppel is, meg repülőgéppel is, de azért be vagyok fosva. Micsoda? Hogy azért be vagyok fosva egy kicsit. Az természetes. Figyelj!